Hát a könnyen érthető kommunikáció számomra tulajdonképpen egy szemléletet jelent, azt a szemléletet, hogy a világ, ami minket körülvesz, bonyolult, és könnyebben érthetővé kellene tenni. Szűkebben értelmezve, a könnyen érthető kommunikáció egy módszer, amivel a bonyolult információkat könnyebben megfogalmazunk. Nekem ott volt a kapcsolódási pont a könnyen érthető kommunikáció és a korábbi gyógypedagógiai tartalmak közt, hogy korai intervencióval foglalkozó gyógypedagógusként nagyon sokszor használtuk a gyermekekkel való kommunikáció során azt, hogy egyszerűen érthetően, világosan kommunikálunk, és így fogalmazok a mondatait, és ez nekem nagyon üdítően köszön vissza a könnyedető kommunikációban is. A könnyen érthető kommunikáció története Magyarországon 2002-re vezethető vissza, amikor az első szabályrendszert az Infoész, illetve Csatorn Zsuzsa lefordította, azóta 15 év telt el. Egyrésztről azt gondolom, hogy ezen a területen is történtek előrelépések, sok könnyen érthető kiadvány jelent meg, voltak könnyen érthető kommunikációra felkészítő képzések, összességében még nagyon sok feladat áll előttünk. Másfelől éppen ez az úttörő helyzet az, ami a mi munkánk létformát megadja, mert tényleg azt érjük meg, hogy új tartalmakat hozhatunk létre, és ami létre jön az önökkel folytatott kurzus során, és azok valaki használható tudást jelentnek. A könnyen érthető információk előállításának valójában két nagy csoportba sorolható a szabályrendszere. Egyrésztről azok a szabályok, amik az átadandó gondolataink tartalmi megfogalmazására vonatkoznak, másrészt, hogy ezeket az információkat írásban hogyan jelenítsük meg. Mondjuk egy-egy példát egy-egy szabályra, szerintem ennyi filmben nagyjából ennyi fér bele. Mondjuk egy formai szabály a betűkkel függ össze, mekkora betűnagyságot, milyen típusú betűt használjunk, ezek között a betűk között mekkora legyen a távolság, milyen legyen a betűnek a színe a háttérhez képest. Ugyanakkor a szóbeli kommunikációnál nagyon fontos szempontokat jelent az, hogy a tartalmi közlendőnk az érthető egyszerű legyen a fogyatékos személy számára, a közlendőnk prozódiája, gesztusaink, a mimikáink pedig ne vonják el ebből a tartalomra a figyelmet, kellő mértékben támogassák. Magyarországon a könnyen érthető kommunikációval foglalkozó legfontosabb szervezet az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége, röviden az EFOÉSZ. Az EFOÉSZ keretein belül az önérvényesítő csoport foglalkozik a könnyen érthető kommunikációval, és itt három nevet is szívesen megemlítek, Bercse Lászlót, Salai Ilonát és az ő segítőjüket, Szakó Tibort. Nem lenne igazságos, ha még két csoportot nem említenénk. A Down Alapítványnál Gruis Katalinék foglalkoznak a könnyen érthető kommunikációval, egy mentális akadályrendesítésről szóló projektjük keretében számos ilyen kiadványt dolgoztak ki, illetve Farkasné Vinci Vita, akinek az élete egy része a könnyen érthető kommunikációról szól. Könnyen érthető kommunikáció történetében mérföldkőnek számít a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezménynek a közzététele, ami a nyelvek között definiálja a könnyen érthető kommunikációt, illetve meghatároz például a politikai életben való részvétellel, az
az információkhoz való hozzáféréssel összefüggésben szabályokat. Az Európai Unió tagországai az ENSZ egyezményhez való csatlakozást követően különböző módon ültették át a hazai jogrendszerükben a könnyen érthető kommunikációt, és e tekintetben a számomra Németország és Ausztria, illetve Svájc mintaértékű, ezekben az országokban törvényszabályozza a könnyen érthető kommunikációt, és ennek a törvényes erőnek az eredményeként a mindennapi életben is, a közéletben, a minisztériumok, a közigazgatás életében is elég gyakran találkozhatunk már könnyen érthető honlapokkal, kiadványokkal, információkkal. Másik minta ország a skandináv országok köre, Svédország, ahonnan valójában a könnyen érthető kommunikáció még az 1980-as években elindult, illetve Nagy-Britannia, ahol szintén hatékonyan alkalmazzák ezt a módszert. Tanárul elmondta, hogy melyik civil szervezetek, érdekvédelmi szervezetek foglalkoznak célzottabban a könnyen érthető kommunikációval. Ők ügyüknek tartják azt, hogy azok az általuk képviselt személyek, érdekes fogyatékos emberek meg is kapják, eljusson hozzájuk könnyen érthető kiadvány, jogszabályok könnyen érthetővé tétele, a hétköznapi életben hasznos információt adó kiadványokat juttatnak el hozzájuk, illetve a Donna Alapítvány egy olyan programot dolgozott ki, ahol a szolgáltatók számára készítettek tükörkiadványokat, hogy hogyan kommunikáljanak érteni fogyatékos emberekkel. Talán nem tudnék még ehhez hozzátenni, hogy a könnyen érthető kommunikáció alapvetően a felnőttek világában jön létre. Így az, hogy a gyerekekhez is eljusson, és a gyógypedagógia is jobban használja, és jobban építsen erre a technikára, ott vannak még fejlesztési feladatai. A felnőttek világában pedig úgy gondolom, hogy ez egy hosszú folyamat, amíg eljut az információ egyetlen arról, hogy létezik könnyen érthető kommunikáció, és amíg az érintett emberek ezt elkezdik igényelni. Ezen az úton rajta vagyunk, és haladunk előre. Remélem. Ha valaki a könnyen érthető kommunikációról szeretne tájékozódni, akkor azt javaslom kezdje az EFOISZ együtt velünk önérvényesítő csoportjának a honlapjával, ahol értelmesítő emberek fogalmazzák meg a gondolataikat, illetve tesznek közé könnyen érthető cikkeket. Ez az egyik legjobb információforrás. Másodszorban ajánlom Farkasné Gönczi Vitának a könnyen érthető blogját, ahol a könnyen érthetően megfogalmazott híreket, információkon túl ételek elkészítéséhez lehet könnyen érthető recepteket találni, de ezen az oldalon megtaláljuk a könnyen érthető kommunikációnak a szakirodalmi hátterét is. Hát emellett vannak a már említett civil szervezetek, érdekvédelmi szervezetek részéről szervezett, időszakosan szervezett képzések, kurzusok, nagyon gyerekcipőben járnak még tulajdonképpen az önök által folytatott, illetve az előző évben a szegedi hallgatók által elvégzett kurzusok voltak talán a legtematikusabb képzési formák ebben a témában Magyarországon. Könnyen érthető kommunikációnak több fontos szereplője van. Az egyik szereplője nyilván az a szakember, aki a bonyolultabb szövegeket könnyen érthetővé alakítja. A másik fontos szereplője pedig maga az értelmesülőt ember, aki ellenőrzi a könnyen érthető szövegeknek a könnyen érthetőségét. Nyugat-Európában, Ausztriában és Németországban azt látjuk, hogy akkreditált képzéseket, akkreditált tanfolyamokat kínálnak azoknak az értelmesülő embereknek, akik kvázi annyi nyelvi
lektorként szeretnének ezen a területen foglalkozni, dolgozni. Ezt azért is tartjuk nagyon izgalmasnak, mert aki ezt a tanfolyamot elvégzi, az utána az előbb említett országokban akár ilyen munkakörben fizetett állásban el is tud helyezkedni. Ezt egy olyan mintának tartjuk, amit jó lenne Magyarországon is meghonosítani, és ebben a Szegedi Tudományi Egyetem Juhász Gyula pedagógus képzőkarán belül a Gyógy Pedagógus Képzőintézetben készek vagyunk lépéseket tenni. Hasonlóképpen ugyanitt a kutatásokat, a könnyen érthető kommunikációhoz köthető kutatásokat, hallgatói munkákat, tudományos diákköri munkákat is szeretnénk a jövőben majd indítani, bevetni, kezdtolálni.